Tisztelt Hölgyek és Urak! Szeretettel köszöntöm Önöket a karácsonyi gálánkon. Örülök, hogy elfogadta meghívásunkat dr. Kovács Attila jegyző úr. Szeretettel köszöntöm a meghívott vendégeinket, a kedves szülőket, a műsorban szereplő volt tanítványainkat. Gálánkat Sós Lívia nyitotta meg egy gyönyörűséges, régi karácsonyi énekkel. Most pedig hallgassuk meg intézményvezetőnk Balla Kálmánné köszöntő gondolatait. Kedves vendégeink, szeretettel köszöntök mindenkit ma esti karácsonyi gálánkon. Örülök, hogy a járvány ellenére együtt tudunk ünnepelni. Iskolámban már hagyomány, hogy ilyenkor karácsony előtt megörvendeztetjük a zenét, művészetet kedvelő közönséget, együtt készülünk a közelgő ünnepre. Ez a gála kicsit más, mint az évekkel ezelőttiek. Régen nyilvánossá tettük rendezvényünket, kiplakátoltuk a városban, meghirdettük a rádióban, mindenki részt vehetett rajta. Sokan el is jöttek, közel 400-an ültek a nézők soraiban. A járvány miatt ma este kevesebben, családias körben ünnepelünk. Szinte csak a gyerekek, a fellépő gyerekek, a hozzátartozóik és mi pedagógusok vagyunk jelen. Kedves szülők! Köszönöm a próbákhoz nyújtott segítségüket, és azt, hogy Önök is hisznek abban, hogy a járvány miatt nem kell teljesen átalakítani megszokott életünket, hagyományainkat. Élhetünk tovább, csak egy kicsit másképpen, de nem teljesen másképp. Az idei gálára való felkészülést megnehezítette, hogy sokan voltak karanténban, és sokáig nem is tudtak énekelni együtt énekkarosaink. A sok akadály ellenére lelkesen készültek erre az alkalomra. Ezért is örülök, hogy most élőben, személyesen láthatják gyermekeiket, gyönyörködhetünk bennük. Köszönöm régi tanítványainknak, meghívott előadóinknak, hogy elfogadták meghívásunkat, és műsorszámaikkal emelik karácsonyi gálánk színvonalát. Köszönöm a gyerekek és felkészítő tanárai szorgalmas, kitartó munkáját és minden dolgozóm segítségét, az iskola minden dolgozójának segítségét. Kedves közönség, a karácsony nem csak a kereszténység, hanem a család, a békesség, az életbe vetett hit, a szeretet ünnepe is. Engedjék meg, hogy Ron Krisztián szavaival kívánjak mindenkinek békés, boldog karácsonyi ünnepeket. Hidd a szívedben és saját jóságodban, mert ha így teszel, mások is ezekben fognak hinni. Hidd a csodában, mert teli van vele az élet. De ami a legfontosabb, hogy hidd önmagadban, mert odabenn a lelkedben rejtőzik a csoda, a remény, a szeretet és a holnap álmai. Fogadják szeretettel iskolán műsorát, jó szórakozást kívánok! A kicsinyek kórusának tagjai az alsó tagozatos, harmadik és negyedik zenei osztályos tanulók, akiknek ez az alkalom rendkívül fontos, hiszen most szerepelnek először karácsonyi gálán. Szorgalmas, lelkes munka van mögöttük. Az alapoktól indulva jutottak el odáig, hogy egymáshoz alkalmazkodva örömforrás legyen számukra a közös éneklés. Elsőként egy magyar karácsonyi éneket hallhatunk tőlük, melynek címe Minden ember örvendjen. Majd Betlehemben történt címmel egy lengyel népi dallam következik, Eszkil Lundström feldolgozásában.
Zongorán kísér Dobosné Szűk Beáta. Vezényel Asztalosné Szűcs Edina. Hallgassuk meg Kis Szintia 8. Z-osztályos tanuló tolmácsolásában az előbb említett alkotást. Felkészítő tanára Lengyel Mónika. Juhász Gyula karácsony felé. Szép tündérország támad föl szívemben, ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott, behegeztem a sebet a szívemben, és hiszek újra égi szeretetben, ilyenkor decemberben. És valahol
Csak kétkedő beszédet hallok, szomorúan nézek. A kis Jézuska itt van a közelben. Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, s ne csak így, decemberben. A jelen nehézségeit hátrahagyva meghívom Önöket egy képzeletbeli időutazásra. A barokk korszakba röpít vissza bennünket a most következő darab. Vivaldi C-dur koncertjének első tétele üdítő ritkaságnak számít a több száz vonósokra írt versenyművei között. Hegedűn előadja Pataki Zoé, Dula Bianca, Fekete Bernadett és Szabó Péter Ádám. Zongorán kísér Muzsa Leila Elizabeth. Felkészítő tanárok Kovács Zsoltné és Dobosné Szűk Beáta.
gyermekkart a felső tagozatos 5., 6., 7. és 8. zenei osztályos tanulók alkotják, akik a kóruspróbák során már nagyobb lélegzetű művekkel is megismerkedhetnek. A palettájukban klasszikus és modern darabok, illetve magyar és idegen nyelvű művek egyaránt szerepelnek. Műsoruk az Angyal énekel, régi karácsonyi ének Karai József feldolgozásában. John Williams, Christmas Star a reszkesetek betörőkből. Zongorán kísér, Dobosné Szűk Beáta. Vezényel, Asztalosné Szűcs Edina. Thank you.
fellépők boldog karácsonyt kívánok önöknek, ugyanis műsorunk címe Happy Christmas. Hegedűnk közreműködik Dula Bianca, Pataki Zoé, Nadimov Nóra, Fekete Bernadett és Szabó Péter Ádám. Szaxofonon játszik Némedi Péter, aki a Máté Szalkai Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola növendéke. Felkészítő tanárok Kovács Zsoltné és Rétfalvi Zsolt, a Máté Szalkai Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola tanára. Részfogós együttes következik. Tagjai Ruszka Tünde, Hegyes Csaba és Kói Gergő trombita, Száz Dóra és Kanyó László tenorkürt, Száz Barna Szilárd tuba. Műsoruk Semi Nestico, March for the U, Christmas Carol March John Edmondson feldolgozásában. Thank you.
gálánk sem múlhat el a magyar hagyományokat képviselő néptánc nélkül. A mezőföldi párostáncot Szatmári Verbun követi. Felkészítő tanár Kricsfalusi Miklós. Thank you.
Fogadják sok szeretettel Fekete Bernadett és Szabó Péter Ádám műsorát. Péter zenei tanulmányait a Bárdosban kezdte Kovács Zsoltné irányítása alatt. Alapfokon számos versenyen szerepelt. Sok helyen lépett fel szólóban és az iskola kamara együtteseiben egyaránt. Jelenlegi főtártanára ifjabb Barra Ákos. Bernadett jelenleg Bogáti Bokor Orsolya növendéke. Mindketten a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium végzős tanulói. Mivel a közös éneklés életükben, illetve a zenélés nagy szerepet tölt be, a mai gálára is egy kamaraművel készültek. Műsoruk Zsám Mári Lökler, Émol Szonáta két hegedűre. Előadja Fekete Bernadett és Szabó Péter Ádám. Thank you.
modern-táncos növendékeink, miközben remek szórakoztatást nyújtanak, produkciójukkal arra is felhívják a figyelmet, hogy a befektetett munka mindig meghozza a gyümölcsét. Eredményeket csak kitartó gyakorlással lehet elérni. Felkészítő tanáruk Kovács Edina. Oh,
Varázslatos hangulatú auláért külön köszönet illeti Zámbori Katalint. Az ének, a zene, a vers, a tánc, egy szóval a művészetek erejével feltöltekezve készülhetünk az előttünk álló szent ünnepre. A lehetőségeit megengedik, adományaikat szívesen fogadjuk az ajtónál elhelyezett kehelyben, melyet tanítványaink jutalmazására fordítunk. A gála záró műsorszáma után sok szeretettel meghívjuk Önöket a nézőtér mögötti terembe, ahol a pedagógus kollégáim által készített karácsonyi sütik fogyasztása közben végre alkalmuk adódik meghittebb, kötetlenebb beszélgetésekre is. Iskolánkban régi szép hagyomány, hogy a karácsonyi gála zárásaként Gruber Csendes éj című műve hangzik fel a kórustagok előadásában. Ma este meglepetésként a kollégáim is erősítik őket. Remélem, hogy Önök is bekapcsolódnak a közös éneklésbe. Zongorán közreműködik Dobosné Szűk Beáta. Vezényel Asztalosné Szűcs Edina. Mielőtt átadnánk magunkat a közös éneklés misztériumának, a következő gondolatokkal búcsúzok el Önöktől. Senki sem nyújt gyertyát azért, hogy aztán az ajtó mögé zárja. A fény célja, hogy még több fényt gyűjtsön maga köré, hogy felnyissa a szemeket, hogy megmutassa a körülötte rejtőző csodát. Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok!